Szeretettel üdvözlöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakk magazin júliusi adásában. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok változatlanul, míg mellettem ül szakmai nagymesterünk, Varga Péter, nemzetközi mester, nagymester. Én is mindenkit üdvözlök. Előző adásunk óta a megyében semmilyen olyan nagy verseny nem történt, amiről beszámolhatnánk. Be kell azonban számolnunk egy leendő versenyről. Szabolcs-Szatmár Bereg megye sakkszövetsége minden évben megrendezi az úgynevezett nyírségi torna nemzetközi sakkversenyt, amelyről tudósítani szoktunk adásunkban, és a Kelet-Magyarország hasábjain is. Ez a verseny már 35 éve folyamatosan megrendezésre kerül, tehát idén a 36. nyírségi torna nemzetközi sakkversenyt fogjuk megrendezni. A verseny korábban mindig júliusban zajlott, most egy kis változtatás következett. A megye sakkszövetségének élén Kirják Róbert úr áll, aki főállásban a Móri Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója. Egy fantasztikus ötlettől vezéreltetve a nyírségi tornát egy időben rendezzük meg a Vidor Fesztivállal. A nyírségi tornára augusztus 25-től 31-ig kerül sor. Természetesen nem a Kossuth téren esti éjszakai órákban kerül sor a sakkversenyre, hanem a nappali délelőtti órákban fognak ketyegni a sakkórák, és pedig kiváló helyszínen a Continental Arena nagyszerű versenytermeiben. A verseny díjazása, a csoportok, a játékidő, minden az eddigi méltó hagyományokkal azonos, tehát semmilyen ilyenen nem változtattunk a díjalapon, a díjazáson, még a versenybírók személye, a főbíró személye is azonos. A rendezőség azonban igen nagy reményeket fűz a megváltozott időponthoz, a nevezzük kis szerénytelenséggel, a nyírségi torna mellékrendezvényeként is megjeleníthető kulturális programokhoz, tehát a Vidor Fesztivál országos és nemzetközi hírű programjaihoz, koncertjeihez, előadásaihoz, és természetesen a sakkozók megismerkedhetnek, illetve visszatérő vendégként jelenhetnek meg a Sóstó-fürdő medencéiben, illetőleg a Vadasparkban is. Igen nagy mezőnyt várunk, a korábbi évekhez képest szeretné a rendezőség mind a mesteri csoport, mind az egyéb csoportoknak a létszámát és minőségét felfuttatni. Ebben bízunk, és a megyei sakkszövetség mindent megtesz ennek az érdekében. Az előző adásunkban az 1800-as évek egy kiváló angol nagymesteréről, Joseph Henry Blackburnről emlékeztünk meg egy csodás partijának a bemutatásával. Blackburn nagymester a képzeletbeli sakkozóval teljesen ellentétes küllemű és habitusú volt, tehát nem szemüveges, alacsony, testes, tornából felmentett típusú sakkozó volt, hanem 190 centis testmagasságú, atléta termetű, rendkívüli fizikai erejű, igen csípős, humorú, élénk elmélyű nagymester volt, akitől olyan csodás lépések és ötletek tellettek ki, mint az előző adásunkban bemutatott, amerikai kongresszuson bemutatott, hollandi védelemben meghúzott E4-es lépése. A nagymester igazán egy életszerető játékos volt, szerette a viszkit is természetesen, és nem egyszer csípős megjegyzéseket tett a versenyzőtársaira, természetesen nem parti közben, amikor ez az ellenfél zavarásának lett volna minősíthető. Egy szimultánon például a fiatal ellenfele a 70-es éveiben járó nagymestertől megkérdezte, hogy mester, ön miért erősíti magát minden lépés során egy korty viszkivel? A nagymesternek a szeme villant, ránézett az állástól, közölte, azért fiatal barátom, mert maga 6 lépésben mattot kap. Egy másik esetet, hogy elmeséljek, akkoriban, mikor az angol nagymester küzdött és alkotott a sakktáblán, még voltak úgynevezett függőpartik, amelyek azt jelentették, hogy
meghatározott lépésszám megtétele után az állást a versenybíró feljegyezte, a függő lépést leadó játékost felszólította, hogy a megteendő lépését írja le egy papírra, amit lezártak borítékba, és a függő, ekkora parti függőben maradt, nem játszották tovább, hanem a függő parti folytatásának időpontjában felállították a hadállást a táblára, ott voltak a játszó felek, a versenybíró a függő borítékot felbontotta, az odaírt lépést megtette a táblán, és lenyomta az órát, hogy az ellenfél következik a lépésen. Nos, egyszer egy német mesterrel szemben játszott partiban az angol nagymesternek óriási bonyodalmakat sikerült felidézni a partiban, és a függőállást sokan elemezték. Lipschütz mester biztos volt benne, hogy a támadása át fog ütni, és megnyeri a partit, és ezzel a versenytársak is egyetértettek, úgy gondolták az angol nagymester, ezúttal Zrínyi gróf sorsára jut. Nos, amikor Blackburnnek a fülébe jutott, hogy a versenyen résztvevő mesterek úgy gondolják, hogy Lipschütz fog nyerni, szárazon csak annyit mondott, nem hiszem, hiszen 4 lépésben mattot adok. És amikor az általa felvázolt ötletet a mestertársak meglátták, közölték Lipschützzel, aki a partit folytatás nélkül feladta, feladva ezzel a győzelemre vezető reményeit. Na de eleget pletykáltam, még szeretném átadni a szót Péter nagymesternek, hogy egy másik partit mutasson be a kiváló, még 80-as éveiben is igen aktív angol nagymestertől. Megint egy kiváló partit fogunk látni. Ugye ismételten fehérrel játszott Blackburn, és ami meglepő, hogy ezt egy vak szimultánon játszotta egy illető ellen. Mondjuk el, hogy mi is az a vak szimultán. Tehát sok nézőnek nem biztos, hogy ismert, hogy mit is jelent ez. Hát ugye ott azt kell látni, hogy egyszerre ugye több táblán játszik a szimultánt adó, és ugye nem látja, tehát nem megy körbe, hanem egy helyben ül, és mindenhol be kell mondani ugye a lépést, és egyszerre ugye több táblát kell fejben tartania a szimultán tartónak, úgyhogy tehát ugye ez eléggé nehéz így elképzelni, de tehát úgy kell kitalálni, mint hogyha ugye az agyunkba lenne betenném mondjuk 10 táblát, vagy ahány, vagy 20 táblát, amennyin zajlik a vakszimultán, és mindegyikbe ugye bemondják a lépést, és akkor ugye ott válaszolni kell. Tehát olyan, mint hogyha a nagymesternek ugye a fejében lenne 10 vagy 20 tábla. Az adott partiban én úgy tudom 16 táblás vakszimultán tartott Blackburn nagymester, tehát egyszerre 16 táblán meghúzott lépéseket tartotta a fejében, és anélkül, hogy a figurákat látta volna élőben, tehát csak a fejében voltak a hadállások, úgy kellett számolnia és kombinálni, tehát kitalálni a kombinációt, a taktikai csapást. Na de hát nézzük akkor a partit. Nézzük a partit. Tehát világosan játszott Blackburn, Henlon ellen, és nagyon érdekes a parti, tehát mert egy hasonló partit láttam, tehát ami hasonlóan kezdődött, és nem így végződött, hanem ott fekete kivédekezte, és megnyerte azt a játszmát, de nagyon, nagyon izgalmas jó partit fogunk látni majd. E4-e kezdett, ugye Blackburn nagymester, E5-tel folytatta, huszár C3, ugye ez most úgy indul, mint a bécsi, ugye megnyitás, huszár C6-tal folytatta a fehér, és F4-gyel, ugye egy gyalog áldozattal, világos, ugye megnyitja az állást, és hihetetlen taktikai bonyodalmak felé fogunk, bonyodalmakat fogunk látni. Tehát átmentünk ezzel a királycsel egy változatával. Hát igen, ez gyakorlatilag ugye bécsiből indul, de ez mégis azt mondom, hogy bécsi, de teljesen királycselhez hasonlítható állás jött ki. Ugye E5-i F4-gyel fekete elfogadta ezt, amire huszár F3-mal fejlődött. Itt nagyon sok érdekes lépés lehet. A G5 idézőjelben egy jó lépés, meg már ki van elemezve, ugye abban az időben még ugye ez nem volt, újdonság volt minden, úgyhogy G5 ettől függetlenül jó lépés, amire jött H4, G4, ugye tovább tolta a gyalogot, hogy ne hulljon szét a fekete gyalogszerkezet, huszár G5 következett, és erre jött H6.
Ugye a huszár elmenni nem tud, de nem is ez volt a célja, hanem az, hogy kimozgassa a Fekete Királyt a helyéről, és ugye annó abban az időben, tehát az számított igazán játszmának, ahol beáldoztak minimum egy gyalogot, de rendszerint tehát egy tisztáldozattal kezdődött. Ez pedig pont ugye arról szól, hogy ugye beáldozott egy huszárt, ugye F7-en fehér. Ez az Algaier változat, ha jól tudom. Huszárüti F7 következett. Amiről beszéltem, királyüti F7, ugye, hogy láttam pont egy ilyen partit. Én rendszeresen bíráskodom ugye Berekfürdőn, ahol minden évben két versenyt rendeznek, márciusban és hát rendszerint augusztusban, ami most idén októberben lesz. És ott láttam pont egy ilyen készülést két ifjú titán között, és ugye azt kellett látnom, hogy pont ezt a partit játszotta a fiam egy nagyon erős ifjúsági játékos, korcsoportos játékos, azt hiszem a Szilágyi Norbert ellen, és ugyanez az állás volt a táblán, és ugyanúgy innen indultunk, és egy jó darabig ment is a parti. Tehát futó C4 sakk következett, ott nem ütött át a fehér támadás, ott sikerült kivédekezni a feketének és érvényesíteni az anyagi előnyét. Ugye D5 következett, ez nagyon fontos lépés, hogy a G4 gyalogot a C8 futó megvédje, de itt nem is tudom, hogy ez futóval ütötte, azt hiszem abban a partiban fehér, itt most huszárral ütött Blackburn. Valószínűleg egy jó lépés, ugye a centrumba helyezünk egy huszárt, most fenyeget ugye felfedés. Futó E6-tal ez kivédte fekete, amire D4 következett. Ugye ennek az az értelme, elfoglaljuk először is a centrumot, megnyitja a C1 futónak az átlóját, amelyik F4 felé szeretne majd menni, majd pedig elsáncol fehér, és ugye az F7 királynak a helyzetére szeretne ott rájátszani. Most huszár F6 következett, ugye teljesen logikus jó lépés, ugye megpróbálja ott a tiszteket cserélni, plusz a centrum gyalogot, az E4 gyalogot megtámadni. Vezér D3 következett, ami nagyon jó lépés, ugye nem engedi leütni D5-ön jól a huszárt, akár huszárral vagy futóval, mert az gyaloggal ütném vissza, és hogyha bármivel ütnék, akkor vezér F5 sakkal azonnal visszanyerni a tisztet fehér. Tehát itt király G7-tel kiment a C4 futó ugye fenyegetéséből fekete, következett huszárüti F4, amire futőüti C4, és vezérüti C4 érkezett. Ugye most azt kell látni, hogy huszár E6 sakk vezérrel fenyeget, úgyhogy ezért vezér E7-tel kijött fekete, és ugye megtámadta az egy gyalogot is, amire E5 logikus lépés jött. Ugye majd most ezt szeretne sáncolni fehér, és ugye ha megnézzük az állást, ugye, és mondjuk tartunk egy népszámlálást, ugye fehérnek van egy 10 hátránya, de már van két gyalogja érte. Ugye ez a két centrum gyalog bőséges ellenértéket biztosít a tisztér, és ugye rövid sánc után pedig azonnal a bástya is a támadásba fog avatkozni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a megnyitási csatát fehér nyerte meg. Az anyagi hátránya ellenére, ugye. Azt mondják egyébként, az Algaier változat szimultánon hatásos, tehát... Hosszú partiban, igen, azért hosszú partiban nem ajánlatos. Igen. Huszár D8-al próbálta ugye védelembe hozni feketével a lovát. Ugye O'Hanlon elsáncolt fehér, ugye most már fenyegeti leütni az F6 huszárt, ugye a kötésből elment a király, ugye huszár H7-tel visszább ment ez a huszár, de ugye, hogyha megnézzük most, ugye megint én mindig azt szoktam mondani, hogyha felvállalunk anyagi előnyt, vagy ugye egy tisztet elfogadunk, nézzük meg, hogy fognak állni a tisztjeink. Most megint, ha megnézzük A8 bástya, H8 bástya, ugye nem jött játékba. C, F8 futó. F8 futó, a D8 ló jó lenne, ugye azt azért vitte oda, hogy hozza E6-ra, F7-re valahogy hozza, de most annak sincs jó helye, mit és a H7 ló is. Mit is mondott a nagy taras a tábla szélén álló huszárról? Hát igen, hogy szégyen, ugye. De most, amíg ott van, az természetes, vannak olyan tervek, ugye ezt mindig azt kell mondani, hogy tábla szélén, de van, amikor tényleg oda kell vinni,
és utána továbbvinni egy jó helyre. Tehát hogyha egy tervnek vagy egy stratégiának a része, természetesen lehet oda vinni, tehát ez nem olyan egyszerű, hogy soha nem viszünk huszártábla szélére. De volt sok ilyen, tehát már volt több ilyen is, ahol ugye a gyereket megtanították. Miért? Az lett volna az egyetlen védőlépés. Miért nem lépett? Hát, mert nekem ezt tanították. És akkor ugye így nehéz. Tehát minden, ugye abból kell kiindulni, hogy ugye huszár a tábla szélén az nem áll jól. De általában. Általában, igen. De azért ugye valamikor meg kell azt lépni. Sőt, a királyindői védelemben szokott olyan lenni, hogy a huszár H5-re viszik, aztán vagy F4-re, vagy ott tartják, és mennek a gyalogokkal előre. Tehát a spanyol megnyitásban is mondjuk a Csigorin változat, a Grünfeld védelem centrum képző rendszerében is, ugye a D85-ös igen. rendszerekben a huszár H5. Tehát van, amikor beleillik. Minden esetén nekem inkább Smyslovnak a tétele jut eszembe erről az állásról, hogy a sakkjáték célja az, hogy harmóniát idézünk elő a saját hadrendünkben, és diszonanciát az ellenfél. Hát most nézzük meg a fekete haderőt. Fekete állásában semmi. Igen, a harmónia nincs. Az szerintem minimális szinten sem található meg. Úgyhogy huszár H5 sakkal, ugye itt most már ugye jön a következő terv, ilyenkor már nem szabad visszariadni a tisztáldozatoktól sem, itt a király helyzetére azonnal rá kell támadni. Huszár H5 sakkal ugye nincs más lépés, mint király G6, amire vezér D3 sakkal ugye azt a király kiszorítjuk a tábla szélére, ugye H5-re, király üti H5. Itt hadd szúrjam közbe, hogy az írásbeli megemlékezések szerint a király üt H5-tel sötét a nagymesternek döntetlent ajánlott, azzal, hogy döntetlen esetén még eléri a vonatát, és a nagymesternek azért is ajánl döntetlen, mert a nagymesternek két tiszt hátránya van az adott állásban. Blackburn nem fogadta el a döntetlen ajánlatot, hanem lépett. Természetesen, ugye vezéreföld sakkal folytatta. Hát így gyakorlatilag huszár G5-tel vissza kell áldozni, ugye nem lehet H4-re jutni ott, több minden miatt sem. Az egyik legegyszerűbb talán az, hogy G3 sakk, királyüti G3, futó F4 sakk, és utána király G2, bástya H1, de bármi. Tehát én úgy gondolom, hogy itt már bármi mat lenne. Úgyhogy huszár G5-te próbálta még a helyzetet menteni fekete. Tehát a huszárt húzta közbe, úgy védte a sakkot. Ezt természetesen H-üti G5-tel leütötte fehér. Ugye most felfedéses G-üti H6 vagy G6 fenyegetne, visszaütötte fekete gyaloggal ezt, amire ugye új tiszt jön játékba, ez pedig a bástya, úgyhogy meg kellett nyitni ezt a bástya vonalát ugye F1-ről H1-re, király F2 érkezett. Itt hadd szúrjam közbe, hogy Blackburn nagymester a rá jellemző humorral közölte a nézőkkel, hogy és most ez az úr még eléri a vonatát. Igen. Király H6 következett. Amire futóüti G5 sakk nagyon szép, ugye kényszerítő erejű közbeiktatás, ezt ugye vissza kell ütni, vezérüti G5, és bástya H1 után tényleg elérte az illető úriember a vonatát, mert itt fel is adta ebben a helyzetben. Király G7, vezérüt G5, és megy a hentes munka igen. tovább, néhány lépésben mattot kap. Igen. Tehát ez nagyon gyönyörűen vezetett támadópartit láthattunk, és úgy gondolom, hogy ugye még mindig nem lépett az A8 meg a H8 bástya sem. Tehát ez a sakknak, én mindig azt mondom, a szépsége, a támadó játéka. Manapság ugye egy picit nem csak erről szól már a sakk, hanem ugye nagyon sok stratégia pozíció van már a partiban, és egyre több ugye egyre több olyan játszmát láthatunk, ahol igazából, tehát már nincs annyira jól játszanak a játékosok, mert nem nagyon van erre példa, hogy ilyen fantasztikus, tisztáldozatos partikat játszunk, de mindig vannak üdítő kivételek, és én úgy gondolom, hogy azért ez a látvány. Ez én azt mondom, hogy művészi hatása is gyönyörű, tehát egy ilyen partinak
a végigjátszása is. Tehát ez a parti, amit most bemutattál, azt tárja a nézők elé, hogy egy igazán komoly sakkozónak milyen komoly észbeli képességei vannak, milyen hihetetlen dolgokra képes, hiszen mindazt, amit Blackburn nagymester látott és kitervelt ebben a partiban, ő neki a tábla megtekintése nélkül kellett ennyivel többet látni, mint ellenfelének a tábla megtekintésével, és amellett, hogy Blackburn nagymester egyszerre 16 táblán játszott vakszimultánt. Amit elmondtál arról, hogy manapság már nem nagyon lehet ilyen partikat játszani, hát azt is el kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi 100-150 évben rendkívül sokat emelkedett a védekezés tudománya, azért lehet, illetve nem lehet most már ilyen partikat látni, és rendkívül ritka az ilyen nyílt, tisztáldozatos támadás, de azt hiszem egyszer be kell mutatni a Kasparovnak a Topalov elleni partiját, amiben valóságos áldozatorgiára kerül sor, de ez egy másik adásnak lehet majd a témája. Természetesen ugye vannak ilyen játszmák, tehát ugye nagy százalékban nincsenek meg. Azért ugye én azt gondolnám, hogy az egy picit a sakknak a visszaesését jelenteni, ha csak ezek lennének. Természetesen ilyen taktikus dolog, az ilyen taktikus állás az azért az nagyon sokszor és nagyon jó támadó partik ugye azért előfordulnak. Tehát jó párszor, úgy arányaiban véve van kevesebb. Szerencsére azért szoktunk látni szuper nagymesterektől is ilyen gyönyörű, olyan tisztáldozatot, aminek az értelmét nem látjuk, csak mondjuk 5 vagy 10 lépés múlva. Később megértjük. Igen. Igen, hát a tisztáldozatok másik válfaja, amikor pozíciós tisztáldozatot hozunk, aminek nincs kézzel fogható ellenértéke az adott partiban, csak az ellenfél haderejének a diszonanciája is, valamikor majd visszajön az az áldozat. Én nekem egy rendkívül emlékezetes volt egy Ivancsuk-Timman parti, ahol 20 vagy 22 lépéssel később jött vissza a tisztáldozatnak az ellenértéke. Hát sakkosan mondva berosáltam a partitól. Igen. Nos, ebben a partiban, ha jól értettük a kommentálásodat, akkor hibázott sötét. Előfordul-e olyan, hogy mai, illetve a közelmúlt nagymesterei hibáztak partikban? Hát természetesen ugye hiba nélkül nem is nagyon lehet végigjátszani egy partit, vagy hogyha mindenki hiba nélkül végigjátsz, akkor döntetlen lenne a parti. Tehát pont ez a szép és jó a sakkban is, hogy azért különbözőek vagyunk, tehát azért hibákra kényszerítjük nem csak az ellenfelet, hanem a sajnos magunkat is, saját magunkat is, és főként időzavarban ugye fejünket verjük, amikor visszajátszuk a partit, hogy lehettem ilyen, hogy ilyet léptem. És különböző jelzőkkel illetjük magunkat. Igen, de amikor az ember nézi, tehát tényleg én azt szoktam mondani, hogy egyszer nagyon sokszor hallottam már azt mástól is, ugye gyerekektől is, de hát saját magamtól is, hát hogy ez hogy lehetett. Időzavarban, amikor ugye azonnal kell lépni, hirtelen meg kell hozni a döntést, de nem az szokott lenni, amit mondjuk számolunk, mondjuk azt mondom, hogy van egy fél percünk, egy 15 másodpercig, hanem az nem tetszik valamiért, és akkor azonnal lépek valamit, ami meg azonnal veszít, tehát általában ez szokott a... A pszichológusok azt mondják, hogy az ilyen hibázásnak az érzelmi hullámzás az oka, tehát az értelem és érzelem között az az úszó határ eltolódik nagyon az érzelmek irányába. Nagyobb mértékébe, tehát ezt hozza az időzavar. Mutass akkor kérlek néhány példát nekünk arra, hogy hogyan hibáznak a legnagyobbak is. Mindenképp akkor nézzünk meg egy pár hibázási lehetőséget. Tehát világossal ugye egy eléggé letisztult, és feketével is egy eléggé letisztult állást láthatunk. Ugye a fekete játszik természetesen nyerésre, valószínűleg nyerve is van, de ilyenkor a legkönnyebb hibázni, amikor ugye elkönnyelműsködjük az állást, és úgy gondoljuk, hogy már minden lépés nyer, na ilyenkor van az a lépés, ami sokszor nemhogy nem nyer, hanem még el is veszíti a játszmát. Erre mondhatjuk azt, hogy a megoldott szellemi feladat utáni kiengedés jelenségét láthatjuk, amikor már tulajdonképpen a gyalogbevitel nem lenne megakadályozható, akkor már úgy gondolja sötét, hogy minden nyerés, tesz egy természetes lépést, és szomorú kiózanító valósággal szembesül. Igen. E2-t lépte fekete, ugye ami azonnal
veszít, mert ugye egész egyszerűen ugye csak a legkényszerítőbb erejű lépéseket lépi fehér, sakkot ad G1-en a vezér, király D2, nincs más lépés, ugye ezt szoktuk fonalas változatnak nevezni, vezér C1 sakk, király D3 megint nincs, és vezér C3 matt után ugye a nyert partiból vesztett parti keletkezett, úgyhogy ezért szoktuk mindig azt mondani, amíg nincs beírva a pont, a nyert állást, addig kell koncentrálni, amíg az ellenfél kezet nem nyújt. Itt viszont most ugye feketének kellett, ami... Aki nem sokkal később világbajnok jelölt is lett. Igen. Folytatnánk a következővel. Ezt is két kiváló játékos játszotta, ugye Dorfman és Romanyisin. 1977-ben Kubában játszották ezt a partit. Itt ugye világos úgy gondolta, hogy király H1-jel ugye biztonságba helyezi a királyát, és majd bástya G1-jel rámegy a félig nyílt vonalra a bástyával, vagy akár majd F4-jel érkezik. De a király H1 gyakorlatilag azonnal vesztő lépés. A torlasz képzés motívumával. Torlasz képzés láthatunk. A meglepő áldozattal, de ugye úgy mindjárt látjuk majd az értelmét, futőti F3 sakk, ugye megtámadta a király, tehát ez a király pont sakkban ment bele, ugye nincs más lépés, mint futőti F3. Hiszen király G1-re, vezér G2 matóca volna. Matra jönne, erre pedig futó E5 után védhetetlen a vezérüti H2 mat. Bármit lép fehér, tehát ebben az ágyban még futó F4-jel tudja védeni a matot, de az futóval leütöm, és gyakorlatilag vezérüti H2 mat. Tehát azért kellett volna F4-et lépni fehérrel, hogy ez ne mehessen ez a lépés. Ugye itt is könnyelműen lépett egy király lépést világos, és megdöbbentő áldozat után ugye védhetetlen lett a gyenge, izolált H2 gyalog. Tegyük hozzá, hogy Dorfman mester szovjet bajnok is volt, Oleg Romanyisin egykori világbajnok jelölt, tudása pedig mindenki által közismert. Őt szinte minden évben szoktuk látni, amúgy Romanyisi nagymester. Kedvenc versenye Zalakaroson megtartott magyar nyílt bajnokság, azon mindig meg szokott jelenni és játszani szokott, úgyhogy ezeket a kiváló nagyságokat azért élőben is megnézhetjük a legnagyobb rendezvényeinken. A következő állás, ugye egy, ha megnézzük, jóval jobb állás világossal, stratégiailag nyerve van világos, aki nem más, mint az akkori aktuális világbajnok Anatolij Karpov, akivel Bobby Fischer nem mert kiállni a világbajnoki páros mérkőzésre. Hát igen, nem mert igen, tehát gyakorlatilag ugye játék nélkül szerezte meg a világbajnoki címet. Azt kell tudni, hogy ugye itt úgy tűnik, hogy semmilyen taktika nincs, és mindig azt kell nézni, tehát az ilyen szerkezetekben is, hogy mi az, ami fenyeget, és mi az, amilyen kényszerítő erőlépések vannak. Ugye egy könnyelmű B6-ot lépett fehér. Elmulasztotta az alapsor biztosítását, pedig a vezér a G1 mezőre igencsak röngenez. Igen, és ugye erre bástya A1 következett. Ugye ennek az az értelme, hogy itt most nehéz, nem tud jó helyre elmenni ez a fehér vezér. Tehát egy nagyon szép taktikai motívum. Valószínűleg vezér E2-t kellett volna lépni a partiban, én úgy tudom, bástya B1 következett, és hogyha vezér E2-t lépte volna fehér, akkor vezér C5 jön, és vezér C2 a fenyegetés. Ezt esetleg meg is tudjuk nézni, tehát hogyha vezér E2 jönne, akkor vezér C5 következne, hát ugye most B7-tel tolná, nagyon jobb lépés nincs fehérrel, és erre vezér C2 egy hihetetlen ugye elterelés. Ugye azt fenyeget, hogy vezér üti E2 és bástya üti F1 mat, tehát hogyha a gyalogot bevinni vezérnek, akkor ott azzal vége lenne. Vezér A6, vagy pedig ugye arra pedig bástya üti F1, vezér üti F1, és vezérüti B3 után ugye 10 forral megnyerné fekete a partit. De a szép és gyönyörű áldozat az bástya B1 után következett, és megdöbbentő lépés is. Ugye a huszár G3 sakkal egy hihetetlen közbeiktatott sakk keletkezett, amit ugye ha vezérrel ütünk,
akkor Bástyúti B1 után ugye az F1 futókötésben van, a B6 gyalogot leütöm, a D5-öt is le lehet ütni. Tehát gyakorlatilag azonnal feladás, úgyhogy kötelező volt a H-gyaloggal ütni, fehér, és erre pedig megérkezett ugye Bástya a 8-al, a Bástya visszatért, ugye megnyílt a H-vonal, és nincs tovább. Itt is még egy pár lépésig vezér F2, Bástya B4-el tudná védeni a mattot, de ez itt már ugye ilyeneket nem lépnek a nagymesterek, se itt feladta. A Bástya H8 lehetőségre a világbajnok kezet nyújtotta a korábbi világbajnok jelöltnek. Ennyi fért a mai adásunkba, remélem önök is jól szórakoztak. Tisztelt nézőink, viszontlátásra! Viszontlátásra!